Újjászületik a Széchenyi lakótelep, mondta mai sajtótájékoztatóján a város polgármestere. Az intézmények parkolók és utak felújításán túl a térfigyelő kamera rendszer kiépítése is része a beruházásnak. Az elmúlt időszak a Széchenyi lakótelepen arról szólt, hogy egy 1,5 milliárd forintos fejlesztést indítottunk, és visszük tovább folyamatában. Elkészült a zöldház, készen lett a Széchenyi gimnázium, a Széchenyi gimnáziumban egy új laboratórium épült, és mondhatom, hogy folytatódik tovább a munka, hiszen itt körülöttünk is látszik, hogy minden hurokutat felújítunk, minden járdát, ami nem jó állapotban van a hurokutak mellett, újjáépítünk. Az átfogó program igen jelentős a város életében, hangsúlyozta Szalai Ferenc, aki méltatlannak tartja a beruházásról informáló tábla leragasztását. A rongálásra buzdítani a városban úgy, hogy egy párt, a Jobbik megrongálja azokat a táblákat, amelyekkel informáljuk a Széchenyi lakótelepen élőket, hogy mi is történik itt a Széchenyi városrészben, megint csak a méltatlan kategória. Úgyhogy nagyon szépen kérem őket, hogy fejezzék ezt be. Ezzel ugyanis sérülhet a nyilvánosság tájékoztatása. A 20 ezer ember lakta városrészben 614 millió forintból szépülnek meg az utak és a járdák. A Györfi István, a Lovas István és a Hild Viktor úton, valamint a zöldház előtti téren térkőburkolatozás, útpatkarendezés, járdafelújítás és közpark létesítés is zajlik jelenleg. 481 parkolóhelyet újítanak fel, és további 166-ot hoznak létre. A panelprogramban 100 lakást újítottak fel a lakótelepen. A 1,5 milliárd forintos fejlesztés az elmúlt időszak legjelentősebb beruházása, emelte ki a polgármester.